Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, megtörtént a gyalázat a parlamentben, a fideszes megszorító csomagot megszavazták, a katásokon szeretnék megspórolni az elképesztően elhibázott fideszes gazdaságpolitika árát, miközben a multicégek tisztességes megadóztatásával szemben ellenáll a Fidesz. Azt követeljük, hogy vonják vissza ezt a gyalázatot, és jártunk már sikerrel akkor, amikor ellenzékiek, civilek együttesen követelték az észszerű józan gondolkodást, gondoljunk csak a budai vár bérlakásaira, ott is visszatáncolt a Fidesz azért az eredeti elképzeléséből. Nemzeti érdekre hivatkoznak, de nem látjuk a nemzeti érdeket amellett, hogy adott esetben egy nyugdíjas korrektor katásként ne tudja kiegészíteni a bevételét egy könyvkiadónál. Elképesztően fals a kormány érvelése, éppen ezért arra szólítjuk fel, hogy ne pécézzen ki egyes szakmákat, ne csináljon ki teljes iparágakat, ne vegzáljon ezáltal önkormányzatokat és még állami szerveket is, hanem egész egyszerűen csináljon egy szoftver kérdést az egészből. Ahol visszaélések vannak, azokat a NAV adatbázisa alapján, az alapján, hogy hozzá befut minden tranzakcióról, minden kifizetésről egy adat, igenis fel lehet deríteni, nem kell ezért teljes társadalmi csoportok életét ellehetetleníteni, kicsinálni. Ahol pedig egy nagy vállalkozásnál azt látják, hogy gyanúsan sok a katás munkavállaló, végezzenek célzott ellenőrzéseket, minden technikai lehetőség megvan az irányban, hogy a visszaéléseket kiszűrjék. Ennek a módszere biztos, hogy nem a kata beszántása és több százezer ember, hanem nem is annyira nyugodt, de talán eddig még kiszámíthatóbb mindennapjainak az elképesztő megnehezítése. Azt is látjuk továbbá, hogy a Fidesz szigorítása megszorító csomagja értelmében nyugdíjas, vagy éppen rokkant ellátásban részesülő honfitársaink sem tudják már kiegészíteni a jövedelmüket, mert csak a főállásúak számára nyílnak meg még a szűkített lehetőségek is, ezért azt is követeljük, hogy ezen honfitársainkat ne részesítsék hátrányos megkülönböztetésben, ők is hadd végezzék az eddigi nem túl könnyű körülmények között azt a munkát, amivel legalább a talpon maradásukat tudják szavatolni, nem megsarcolni, hanem támogatni kellene a magyar mikro, kis és közepes méretű vállalkozásokat, de épeszű országban minden hasonló változtatás csak január 1-ével vezetnek be. Megszorító csomag helyett a Jobbik, tehát a támogató csomag kidolgozására szólítja fel a kormányzatot, arra, hogy vonja vissza ezt a gyalázatot, és a Jobbik 4 pontos javaslatcsomagja értelmében végre lépjen a józan ész útjára, ne magyar vállalkozókat vegzáljon, hanem végre a multicégeket vonja be a közterviselés alá, és azt is tegyük azért hozzá, hogy miközben a Fidesz egy félig bolsevik stílusú médiabirodalmat és egy félig feudális stílusú vidéki berendezkedés dolgozott ki sok helyen, ahol fideszes kiskirályoktól függ nagyon sokak megélhetése, szeretnénk, hogyha azt a néhány százezer függetlenül maradt dolgozó magyart nem vegzálná tovább, nem próbálná behúzni ebbe a függési rendszerébe. Márpedig azt látjuk, hogy a munkahelyek kétharmadát nem multicégek biztosítják Magyarországon, hanem pontosan azok a mikro, kis és közepes méretű vállalkozások, akikkel szemben most megszorító csomagot, adóemelést jelentett be a Fidesz. Ez veszélyes, minden politikai fegyvernemben küzdeni fogunk ellene. Köszönöm a figyelmet!